Köszönöm szépen. Balázs most jó sok kérdést feltett, amire szerintem nem is fogok tudni válaszolni, sőt, majd én még több kérdést fogok feltenni, és majd szerintem ezek hát ha tovább gondolásra kerülnek egyszer. Tehát Balkó Anett vagyok, a Bethlen Gábor Hagyományőrség Egyesületnek az alelnöke, és én szociológia szakon végeztem a Debreceni Egyetemen, és ott az alapszakos szakdolgozatomban foglalkoztam egyébként a hagyományőrzéssel, és ennek kapcsán kerültem felkérésre ugye ebben a szekcióban, aminek a címe Hagyományozás és Társadalom. Mondom, célom ezzel az egész előadással nem az, hogy én most megmondjam a tutit, vagy nem feltétlen az, hogy a szakdolgozatomat elmeséljem. Sőt, ez ugye körülbelül 8 évvel ezelőtt született, azóta nagyon sok mindent én is átgondoltam, sok mindent másképp kérdeznék meg, és sok tapasztalatot szereztem azóta, és úgy gondolom, hogy ezek kapcsán olyan problémákat, vagy olyan kutatási irányokat tudok felvázolni, amik talán tovább gondolásra érdemesek lehetnek. Tehát a szakdolgozatom egy ilyen alapkutatásszerű volt, 10 hagyományőrzővel készítettem egyébként interjút, akik 3 különböző szervezetnek a tagjai. Tehát mondom, nagy eredményeket nem kell várni, inkább ilyen problémafelvetések lesznek. A szakdolgozat címe az Hagyományőrzés és globális kultúra. Megpróbáltam kicsit körbejárni azt a témakört, hogy a globalizációval ugye mennyiben szűkül össze a világ, vagy tárul ki a tér, milyen lehetőségek és milyen problémák adódnak. Hogy a globalizációval együtt az individualizáció mondjuk mennyire mossa el a közösségeket, hogy ezek háttérbe szorulnak-e ma Magyarországon. Veszélybe kerülhetnek-e a nemzeti kultúrák, a nemzeti értékek, vagy pedig mondjuk ezek a hagyományőrző szervezetek lehetnek az egyik olyan csoport, amelyek ezeknek az értékeknek a megőrzését szolgálják, mondjuk a nemzeti tudatot erősítik. Kicsit próbáltam körbejárni azt is, hogy miért alakultak ki ezek a hagyományőrző csoportok. Megjelent a narratívákban egyrészt, hogy nem volt semmiféle olyan tudatos cél, hogy egyébként az individualizáció ellenében jöttek volna létre, habár nyomon követhető az is, hogy fontosnak tartják az közösségeket, azokat az újfajta közösségeket, amelyeket ők teremtenek meg, így a hagyományőrzés terén. Az, hogy miért léptek be mondjuk a tagok a szervezetekbe, ugye például említették a sportot sokan, a történelem iránti érdeklődést, vagy egyfajta értelmes időtöltést, amelyek kapcsán baráti társaságok is kialakultak. Mindenki említette a céljai között ugye a régi idők hagyományainak a kutatását, egyfajta ismeretterjesztést, fejleszteni önmagukat is, és egyfajta kultusznak a fenntartását, valamint az, hogy közösségek maradjanak meg, vagy teremtődjenek ebben az új társadalmi rendben. Tehát az ismeretbővítés is megjelenik, egy nevelési szándék és egy közösség formáló erő is. Amiről már szerintem az elején sokat beszéltünk, és egy kicsit én is vissza fogok térni erre a témára, a fogalom meghatározásra, mert szerintem ez az alapvető probléma velünk, hogy nem tudjuk, hogy mik vagyunk mi, vagy hogy mi az, amivel le lehet minket írni. Erre sajnos én sem fogok tudni most így választ adni, de egy nagyobb kutatásban mondjuk ki lehetne térni erre, hogy akkor mi a hagyományőrzés, vagy mi a katonai hagyományőrzés, milyen új fogalmak vannak, mert ezek már szerintem nem fedik le azokat, amik a mai magyar társadalomban megjelentek. A hagyomány fogalma, erről is beszéltünk már, hogy a mai fogalom, amit ma hagyomány alatt értünk, az körülbelül 200 évvel ezelőtt alakulhatott ki, tehát nem volt régebben szükség ilyen fogalomra. A hagyomány és a szokás az mindenhol jelen volt. Ugye a hagyomány átörökítése vagy átadása egyfajta folytonosságot is feltételez. Hagyománytőriz mondjuk az, aki ma nagymamájától megtanul kenyeret sütni, vagy aki népdalt énekel, néptáncot táncol. Azonban mi ugye egy régebbi múltba tekintünk vissza, és a hagyományőrzés, mint társadalmi jelenség, ugye egy modern kori jelenségnek tekinthető. Ugye már megjelentek a rendszerváltás előtt is egy-két egyesület, vagy
csoport, mondjuk ezeket jól lenne kutatni, hogy kik voltak az elsők, milyen indítatással, és hogy ezek hogyan változtak meg ugye a rendszerváltás után, és hogy az utóbbi évtizedben miért lehetünk tanúi ezeknek a szervezeteknek a szaporodásának. Érdekességként megemlítem, hogy interjú alanyaim a hagyományőrzését úgy interpretálták, hogy a régi dolgokból azokat próbálják meg kiszelektálni és terjeszteni, amelyeket a mai kor embere is elfogadhatónak tart. Tehát, hogy itt van egy ilyen értékrendbeli egyeztetés. Tehát példaként állítanak másnak olyan értékeket, amiket fontosnak tartanak, tehát a jó dolgokat próbálják feleleveníteni és megőrizni. Ezért is lenne fontos mondjuk azt is megvizsgálni, vagy lehetne megvizsgálni, hogy a csapatok milyen korszakokkal foglalkoznak, és hogy azokban a korszakokban milyen történelmi dicső időszakot vagy korszakot elevenítenek meg, mert mondjuk gondolom, hogy az elsődleges. Viszont nem elég ugye a csapatokat korszakok alapján kategorizálni, ha bár ugye itt is voltak már olyan problémák, amiket tapasztalhatók, hogy egyes korszakos csapatoknál jelentkeznek. Koncz Dánielnek volt egy előadása, nem tudom, azt hallott-e valaki. Ő próbálta például csoportosítani, elkülöníteni a mai hagyományőrzésre használható terminusokat. Most a teljesség igénye nélkül ugye a hagyományőrző, mint tágabb fogalom, vagy a katonai hagyományőrzés alatt, akkor mit értünk, mit nem értünk, hogy vannak hagyományőrző sportolók, ugye van a HEMA, a Living History, vagy Historical Reenactment, ezeket mindet el lehet választani a színészettől, a cosplaytől, vagy a LARP-tól, a Live Action Role Playing Game-től, ugye ezek ilyen élő szereplős szerepjátékok. És ugye erre már Balázs is utalt, hogy valószínű, hogy nálunk a történelemhez való viszony az, ami egy közös pont lehet. A meglévő csapatokat tehát lehetne kategorizálni különböző dimenziók vagy ismérvek mentén. Kellene keresni olyan közös pontokat, amelyek leírják az egyes csapatoknak a tevékenységét, tehát ilyen a történelem az egyik, ami akkor fontos. De ugye felvetésre került már a mai nap folyamán a hitelesség, hiteltelenségnek a dimenziója, a szimbólumok, az, hogy ugye ez is ma hangzott el, hogy rólunk szól a hagyományőrzés, vagy a közönségről szól, hogy mi mentén értékeljük magunkat, kinek mi a fontos, hogy akkor mennyire van benne az életmódrekonstrukció, akkor mennyire van benne a katonai oldala, mennyire sport ez, amit művelnek az egyes közösség tagjai, és ezek mentén lehetne talán akkor ezeket a fogalmakat meghatározni, és ilyen szempontból kategorizálni az egyes csapatokat, és talán így, vagy ezekbe a fenti kategóriákba besorolni, vagy pedig akkor újakat alkotni. Mert valószínű, hogy tehát ez a mi feladatunk lesz, hogy meghatározzuk önmagunkat is, és akkor ezeket a fogalmakat bevigyük a köztudatba, mert hogyha, mondjuk tapasztalatom szerint így sincs a köztudatban az, hogy mi az, hogy katonai hagyományőrző, vagy ha tőlem valaki megkérdezi, hogy mivel foglalkozok, akkor neki is ugyanúgy el kell magyaráznom, hogy mi ez az egész. Mondjuk én pont nem a katonai hagyományőrző kifejezéssel fogom magam életni, és az alapján elmesélni, hogy én mi vagyok. Tehát akkor ilyen szempontból akkor már az új fogalmakat is lehetne használni, és akkor ezt terjeszteni. Hát ezek a csapatok eltérő motivációkkal, eltérő célokkal rendelkeznek. Ugye felvetettük már azt is a mai napon, hogy van, akinek az a fontos, hogy egy falunapon megmutassa magát, évente egyszer beöltözik, akkor az ősei előtt tiszteleg, és neki ennyi elég, de vannak ugye, ez is előkerült már mondjuk leletnácik, akiknek az utolsó célna szállik, ugyan olyan fontos, hogy minden stimmeljen, és akkor a régészetre támaszkodva, meg a történelem tudományra támaszkodva végzik a tevékenységüket. Egyébként szerintem ezek az eltérő motivációk, vagy eltérő célok lehetnek azok, amik mentén ugye nagyon sok konfliktus forrás is fellelhető. Tehát mik vagyunk mi? Ez az, amit definiálni kellene. Mi az, amit csinálunk? Tehát nagyon sokan mondják, hát, hogy ez egy hobbi. Na persze, akkor jön ezt, nem, ez már több, mint egy hobbi, akkor ez egy életmód, jó, akkor meg lehet vizsgálni, hogy akkor most ki az, aki csak azt a
nem tudom, nyáron 2 órát vagy 2 napot foglalkozik ezzel, ugye, mint ahogy egy fesztiválra elmegy, vagy pedig sokkal többet tesz azért, és akkor jönnek ezek az alulról jövő civil kezdeményezések, mint amit a Liviáék is bemutattak, hogy sokkal több minden van ebbe benne, amit csinálunk. Lehet, hogy szubkultúra vagyunk, hát mondjuk rendelkezünk már ugye nyelvi fordulatokkal, meg vannak a alulról jövő, ezek is civil, mondjuk tudománytárunk, vagy a hagyomány is múlt idéző, vagy a Facebookon meg vannak a különböző csoportok, ki lehet dühöngeni magát az embernek a pokoli tornácon, ugye, tehát használunk modern kommunikációs csatornákat, ugye podcastok, rádióriportok, a régi vitézeknek videoblogok megjelentek, vagy mi vagyunk egy segédtudomány, vagyunk, mert akkor ugye együttműködünk régészekkel, történészekkel, hát akkor mi vagyunk, vagy egy módszertan vagyunk, ami ugye az oktatást és a múzeumpedagógiát segíti. Vagy akkor sportszervezet vagyunk, vagy katonai szervezet vagyunk, akkor döntsük el, vagy akkor tényleg csináljunk kategóriákat, hogy akkor ki minek sorolná be magát. Vagy pedig ugye olyan újfajta társadalmi mozgalom, mondhatni így, hogy amelyek nem osztályalapokon szerveződnek, tehát nem a fennálló politikai vagy gazdasági rendszer megdöntésére törekednek már ezek az újfajta mozgalmak, hanem ugye olyan társas szféráját célozzák az életnek, amelyek egy kollektív identitás kialakítására törekednek. Tehát olyan újfajta harmadfokú közösségek jönnek létre, amelyek már az egyén tudatos választásán alapulnak, és közösen vállalt értékek mentén szerveződnek. Hát érdekes ugye a pénzkérdés, meg ezt a dimenziót is lehetne vizsgálni, hogy a gazdasággal mi hogy fonódunk össze, vagy hogy nem. Ugye milyen formában működnek ezek a csoportok. Ugye általában alulról szerveződő civil szervezetekről van szó. Ugye ezeknek például nagyon jól lehetne vizsgálni, meg érdekes lehetne vizsgálni például az alapító okiratait, akik 15-20 évvel ezelőtt mondjuk megszülettek, hogy akkor ők minek definiálták önmagukat, tehát lehetne egy ilyen forráselemzést is végezni, és akkor megnézni, hogy ahhoz képest mondjuk most mit csinálnak, vagy mit csinálunk. Ugye mindenki eltérő előforrással rendelkezik, valaki mögött ott van egy múzeum, valaki mögött ott van egy vár, vagy a város támogatása, sokan hozzájutnak EU-s vagy hazai forrásokhoz, ezek pedig mind-mind eltérő lehetőségeket eredményeznek. Ugye megjelenik már a biznisz, kimondatlanul célok között azért a pénzkereset is megjelenik. Kérdés mondjuk, hogy a pénz hogyan hat ezekre a civil kezdeményezésekre, hogy milyen irányba befolyásolja őket, megjelenik a professzionalizálódás, hát találkozunk már ugye nyári idény munkásokként foglalkoztatott hagyományőrökkel is, vagy múzeumban alkalmazott élő interpretátorokkal, és ugye nem tudom, ismerősen megélhetési hagyományőrzés kifejezés, de érdemes lenne talán ezeket is egy kicsit körbejárni, ezeket a témákat. Ugye összefüggünk egy kicsit a turizmussal, meg a rendezvényekkel, ezt is érintettük már ma, és ugye ezek nem mindig, tehát a kereslet és a kínálat az nem mindig van összhangban. Ugye kiépülhetnek különböző iparágak, mondjuk így, amelyek kiszolgálják a hagyományőrzőket, és mondjuk szerintem érdemes lenne a jogi környezetet, a jogi szabályozást is megvizsgálni, mert például, hogyha csak mondhatom az előtöltős fegyverekkel kapcsolatban, vagy tűzfegyverekkel kapcsolatban, ugye most is várható majd jogi szabályozás, vagy átalakítás, tehát hogy ezek mennyire befolyásolnak minket, vagy a mi életünket. A következő, én ezt a kérdést is fontosnak tartom, vagy hát modern szempontból, vagy a modern társadalom szempontjából fontos lehet, vagy érdekes lehet kutatni, hogy mennyire merülünk bele ebbe a tevékenységbe, amit végzünk, ennek az identitásunkra milyen hatása van, tehát kit jelenítünk meg, mit jelenítünk meg, miért, és hogyha valóban igaz az, hogy a múltból a jónak tartott értékeket, vagy a dicső múltat szeretnénk feleleveníteni, akkor ezek hogy mutatkoznak meg, hogyan szelektálunk, mi alapján szelektálunk. A hagyományőrzés lehet mondjuk az önkifejezésünk egy újfajta formája, mondjuk kompenzálhatjuk a saját életünket, tehát például, hogyha valaki egy irodába ül 8 órát, attól még ő lehet egy várkapitány mondjuk a
ebbe a választott szerepébe. Mondjuk, ha ez a hipotézis igaz, akkor senki sem, szerintem senki sem az alsó osztályokat szeretné megjeleníteni, vagy nem egy szürke közember szeretne lenni akkor, hogyha már bárki lehet, ugye? Tehát jelenthet egyfajta alternativitást is. Ez a tevékenység, amit mi végzünk, szerepjáték, hogy mennyire szerepjáték, ugye már itt az élő interpretációval hozhatjuk akkor ezt összefüggésbe, hogy mennyire tudunk belehelyezkedni akkor az adott kornak a hangulatába, a szellemiségébe, mennyire tudjuk megismerni az életmód rekonstruálásához szükséges ismereteket, és ilyen szinten lehet, ugye mondom, ez egy identitás laboratórium is, hiszen bárki lehetek, vagy nem tudom, egy konyhalányból lehet királylány akár, hogyha szeretné, tehát egy új identitásokkal való kísérletezésnek is lehet a terepe. Viszont az tényleg fontos, és ez is előkerült már ma, hogy ez mind csak úgy ér valamit, hogyha ezt meg tudjuk mutatni másoknak. Tehát vagy fellépések formájában, vagy rendezvények formájában, mert fontos valószínű ez a mások általi elismerés. Még hogyha valaki mondjuk csak otthon var, vagy ilyesmi, akkor is ezt meg kell osztania valakivel, tehát mondjuk indít egy blogot, vagy csinál róla egy videót, YouTube videót. És még egy téma, ami engem érdekel, nem tudom, hogy másokat mennyire érdekel, vagy nem érdekel, biztos hallották már, hogy lovagok és lovaginák, vagy janicsárok és julicsárok, ezt a kifejezést, találkozhatunk ilyenekkel, ugye. Én nem ítélkezni szeretnék itt sem, de hát egy meglévő jelenség, ugye, hogy nők a harctéren, nőként vagy férfiként, női vagy férfi ruhában. Mondjuk érdekes kérdés, olyan férfiakat miért nem látunk szoknyába. De ugye azt is lehetne kutatni, hogy, és ugye ez egy férfi világ, mondjuk így, tehát nem is tudom, érdemes lenne azt is összeszámolni, hogy hány nő foglalkozik ezzel az egésszel, hogy miért akarnak a nők férfit játszani, vagy férfiként szerepelni, milyen motivációk vannak, hogy ez egy kísérletezésnek egy terepe, vagy egyfajta elismerést akarnak ők is kivívni. Hogy egyébként az újrajátszás alkalmával mondjuk a nőket mennyire kényszerítjük vissza a hagyományos női szerepekbe, hogy ezek okozhatnak-e konfliktust, vagy milyen konfliktust okoznak a személyiségekben, hogy a nők, mondjuk akik a hagyományos női szerepeket mondjuk megmutatják, akkor egy életmód újrajátszás során, hogy azok a nők egyébként a mai modern világban, a mai korukban ők egyébként micsodák, vagy milyenek, tehát ez is egy érdekes kérdés lehet. És igazából szerintem nagyon sokszínű ez a jelenség, nagyon nehéz is megfogni, de úgy gondolom, hogy eltérőek a kezdőpontok, eltérőek azok, amik most vannak, valószínű, hogy a fejlődési útak is eltérőek, de szerintem sok-sok kérdés van, amire érdemes lehet megkeresni a választ. Jó, köszönöm szépen a figyelmet!